nagyon szégyenteljes volt az a már a cikk címében is megjelenő gyalászkodás, amilyen módon, meg az a jelző használat, amilyen, amivel illette Arató András mind a köztársaság elnök asszony, mind pedig a korábbi igazságminiszter asszonyt, hogy ez nem maradjon következmények nélkül, szerintem nagyon helyes, és az az igazság, hogy a, a magyarázkodás is szerintem Ászent volt, nem, nem tartom egyáltalán a szerencsésnek, ahogyan ebből megpróbált, hogy itt a felülről megpróbáltak kibújni. Tipikus esete annak, hogy csúszta el, jobb lett volna, marad a kaptafánál. Ugyanis attól még, hogy valaki, Nek van egy médiuma, vagy egy újságíró szervezet tagja, és van egy sajtó sajtóigazolványa, mint fotós, egyáltalán nem biztos, hogy tud írni. És nem tudja azokat a szabályokat, amelyeket mi újságírók, író emberek pontosan tudunk. Van egy határ, amit nem lehet túllépni, ez az emberi méltóság megsértése. Családanyákat sértett meg. Én értem azt, hogy nagyon szeretne egy kormányváltást, arra mert akkor nem neki kéne finanszírozni a gondolatban a klubrádiót. Nem titkolom, ma reggel belehallgattam a klubrádió műsorába, hogy vajon lesz-e valamiféle reakció. Hát nem nagyon volt, egy riportalanyt hívtak, aki szóvá tette ezt az esetet, és akkor elkezdődött egy ilyen zavart vakarózás, és azt találta mondani a műsorvezető, jó, majd Arató Andrásra ráadunk egy egyújas kesztyűt, hogy ne tudjon többet ilyeneket írni. Hát körülbelül ez volt úgymond a hivatalos reakció.